A COVID-19 második hulláma a statisztikák szerint elsősorban a fiatalabb korosztályt, a 40 év alattiakat érinti. Ezért a kormány felhívja a figyelmet a vírusradarra, amelynek márciusban kezdődött a fejlesztése. Ez a járványügyi szakemberek munkáját is segíti a kontaktkutatásban. Az alkalmazás Bluetooth segítségével kommunikál és szerez adatokat. Az első lépés a regisztráció mobilszám megadásával, majd egy SMS-ben kapott kóddal aktiválni kell a regisztrációt. Ha a felhasználó elhagyja a lakhelyét, a bekapcsolt Bluetooth-szal figyelhető a környezet. Ha valaki a közelben megosztja az adatot, miszerint bizonyítottan fertőzött, a radar értesítést küld, a szakemberek pedig tájékoztatják a felhasználót a további teendőkről, önkéntes karanténról vagy a tesztelésről. Magyarországon 5,5 millió ember használ mobiltelefont, ezek az okos eszközök pedig a védekezés hatékonyságát tudják most szolgálni. A vírusradar jelenleg csak androidos rendszereken érhető el, de vannak más alkalmazások is. A másik hasznos applikáció a Vírusinfo app, ami a koronavírus.gov.hu honlapnak az alkalmazás verziója. Azért hasznos, mert a legfrissebb hiteles napra kész információkat tudjuk rajta keresztül megkapni, akár a fertőzöttségi adatokra vonatkozóan, akár hasznos telefonszámokat, hogy kihez tudunk fordulni a fertőzöttségi gyanú vagy fertőzés esetében. És ami az újítása a honlaphoz képest, az az, hogy itt be tudunk állítani úgynevezett push üzeneteket, tehát amikor azonnali értesítést kapunk, hogyha egy-egy új hír felkerül az applikációba. A harmadik applikáció pedig a házi karanténrendszer alkalmazás. Erre akkor lehet szükség, hogyha hatósági házi karanténba kerülünk. Ez előfordulhat akkor, hogyha igazoltan koronavírussal fertőzöttek vagyunk, hogyha a kontaktkutatás alapján a hatóság erre kötelez minket, vagy hogyha külföldről térünk haza. Ez az applikáció abban segít minket és a hatóságot is, hogy ne kelljen személyesen kijönniük ellenőrizni azt, hogy betartjuk-e a karantént, hanem a telefonunkon keresztül egy applikáció segítségével tudnak minket azonosítani, és fel tudják mérni, hogy betartjuk-e a karantén szabályokat. Ráadásul az egészségügyi állapotunkkal kapcsolatban is be tudunk küldeni híreket, amelyeket egy orvosi stáb tud figyelni és elemezni.